Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy kicsit eltérünk attól, hogy programokat, ezt-azt, ilyen-olyan beállításokat mutogatok be. Egy szubjektív vélemény videót fogtok hallani. Miről? Hát arról, hogy miért használok én Openbox ablakkezelőt, és miért ezt választottam a rengeteg kínálatból, hiszen vannak ennél egyszerűbbek a csempéző ablakkezelő eszközök, amik igazából hát nem az én világom, és vannak sokkal szebb, kényelmesebb, sokkal többet tudó, például a KDE, GNOME, Cinnamon, Mate, XFCE, hiszen ezek nagyon szépek, és hogyha egy kezdő vagy egy középhaladó leül és megnéz egy beállított Openbox felületet és az ott lévő lehetőségeket, és megnéz egy Plazmát, egy KDE-t, vagy egy GNOME-ot, vagy akármi ilyen nagyobb asztali felületet, ami kompletten ad mindent, hát bizony rögtön azt mondja, hogy hát a szegény Openbox, persze, szegény ember vízzel főz, hát bizony, hát igazából nem olyan szép, hát meg miért használ ilyet az ember? Pontosan ebből a gondolatból indult ki ez a videó, hiszen volt, aki elmondta nekem, amit én úgy is tudtam, hiszen régebb óta ismerjük egymást, hogy ő bizony plazmát használ, és az mennyivel szebb, én is azt használtam sokáig, és hát bizony, miért értem át először az XFCE felületre, majd utána az Openboxra. Nem értette meg, hiszen egyre egyszerűbb, puritánabb, viszonylag kevesebbet tudó felületre tértem át. Miért? Hát ő nem értette. Hát bizony ebben a videóban ezt fogom megmondani. Szubjektív vélemény lesz, azaz nem akarom senkinek azt átadni, hogy csak Openbox van. Ha neki a KDE, vagy a GNOME tetszik, vagy a Cinnamon, akármi egyéb más, akkor használja azt. Egyik se jobb, vagy rosszabb, csak más. Az első kérdés, amit fel kell tenni, tegyétek fel magatoknak, hogy mit várunk el egy ablakkezelőtől, asztali felülettől. Ablakkezelő az, ami az ablakokat oda biggyezti a monitorodra, és ad egy kis keretet, vagy nem ad neki keretet, de ilyen ablakszerűségbe fogja ő megjeleníteni. Mit vársz el ettől? Mit vársz el az operációs rendszered grafikus részétől? Én pontosan egy dolgot várok el. Jelenítesse meg a programokat. Ott és úgy, ahogy én akarom. Ez nagyon fontos. Semmi egyéb nem kell a munkához. Egy szövegszerkesztő programnak teljesen mindegy, hogy milyen a kerete, hogyan néz ki a kerete, vagy milyen technikai elvek alapján jeleníti meg az operációs rendszered, az ablakkezelő, vagy akármi, ami ott a gépbe ugye el van dugva valami program képében. Igaz? Teljesen mindegy. Egyetlen egy dolog legyen, hogy jelenítesse meg úgy, ahogy kell, és te tudjál vele dolgozni. Ehhez semmi más nem kell, csak egy natúr, egyszerű ablakkezelő. És ez az Openbox. Natúr, egyszerű és ablakokat kezel. Semmi egyebet nem kapsz vele telepítéskor, ha csak az Openboxot rakod fel, mindegy ablakkezelőt. El is fogom mondani a videó végére, meg is fogod érteni, hogy miért jó ez nekem, és gondold át, hogy neked miért lenne jó ez. Megjeleníti az ablakokat, hiszen látjátok, az ablakjaim megjelennek, most is megjelent egy ablak, az a szöveg, amit én ilyen vázlatnak összeírtam, az megjelent, igaz? Megvan az ablakom, ezt tudom mozgatni, összecsukni, ide-oda rángatni, vannak rajta bezáráshoz, felgörgetéshez megfelelő gombok. Kell ennél több? Nem. Ez ellátja a feladatát, az alapműveleteket ellátja. Ha valaki emlékszik, és mindenkit arra kérek, az Openbox beállítási videókat nézze meg, hiszen ezekről beszélek, ezekről a lehetőségekről, most nem fogom mutogatni teljes mértékben, hogy mit, hogy, hogyan kell beállítani, de az Openbox képes arra, hogyha te elindítasz egy programot, akár billentyű kombinációval, akár start menüből, akár jobb klikkes menüből, elindítasz, azt ott és úgy jelenítesse meg, ahogy te akarod. Ha szeretném a LibreOffice-t ezentúl a harmadik munkaasztalomon, a második monitoron megjelenítetni, úgy, hogy ikonállapotban legyen,
azt be tudom állítani. Ha még nagyon-nagyon szörözni akarok, és ilyesmit természetesen nem szeretnék tenni, hogy a méretét is meg tudom adni, hogy pontosan hol jelenjen meg, azaz teljesen alkalmas arra, hogy az ablakokat megfelelő helyen, megfelelő kinézettel, hiszen a dekorációt én állítom be, vagy megmondhatom neki, hogy bocs, de a LibreOffice-nak nem kell ilyen felső panel, semmi dekoráció nem kell, akkor az úgy fog megjelenni. Az összecsukás, a bezárás, meg nagyítás, maximalizálás, gombok természetesen egyértelműen rendelkezésedre állnak, és szépen korrektül fog működni. Tehát az ablak kezelő, tehát a fő funkcióval itt bizony semmi hátrányod nem lesz, akkor, ha Openbox-ot választasz, mert ezt ellátja, erre készült, ami nagyon kényelmes, hiszen célprogram, egyetlen egy feladata van, legyen szíves az ablakokat úgy, ahogy nekem tetszik megjelenítetni. Ami ezeken túl vannak, azokat te magad fogod beállítani, hogy milyen szép legyen, tehát a kinézetét, azt is magad állítod be, hogy legyen-e panel, vagy ne legyen, legyen-e start menü, vagy ne legyen, vagy legyen-e háttérkép, vagy ne legyen. Kényelmes. Azaz, az ablakműveleteket maximálisan és rendben el fogja végezni, hiszen ez a dolga. Legyen átlátható a testre szabása. Legyen átlátható a testre szabása. Ez nagyon fontos. Itt a testre szabást most univerzális értelemben értem, azaz a kinézet és a funkciók beállítása, a technikai funkciók beállítása legyen egyszerű és átlátható. Mit jelent az, hogy egyszerű? Van hozzá grafikus beállítási lehetőség, és van benne olyan lehetőség, hogy a szövegszerkesztőddel, ami neked tetszik, amit te megszoktál, azzal a konfigurációs fájlokba bele tudsz nyúlni, ez a lehetőség jól dokumentált, és le van írva lépésről lépésre, hogy mit, hol találsz meg, és milyen beállítási lehetőség, milyen skálázási lehetőséged van. Régebbi videókat megnézed, ott csak a felületeket kapirgáljuk. Mármint azt, hogy a nagy beállításokat hol tudod megtenni, az, hogy te ezeken a beállításokon, a leírásokban szereplő rengeteg egyéb dolgot hogyan állítasz be, az már egyéni dolog. Én nekem az volt azokkal a videókkal a gondolatom, a célom, hogy megmutassam, be tudod állítani grafikusan, és be tudod állítani úgy, hogy szerkeszted a szövegfájlokat. Egyszerű, jól látható szövegfájlok vannak, és ahogy látod, a Openbox oldalán, a helpekbe, meg egyéb helyeken nagyon-nagyon jól összeszedetten találod meg minden funkciónak, amit maga az ablakkezelő tud, és rendelkezésedre bocsájt, és látható, hogy nem kettő darab jelenje meg az ablak, aztán suszpassz, és ennyi, hanem ennél lényegesen pontosabb, jobb és egyéb funkciókat is tartalmaz. Olvasd el őket, és nézd meg, ezekre nekem szükségem van, gyors billentyűkhöz hozzá is rendeltem. És ami nekem nagyon fontos, a beállítást ne 500 itt-ott amott megtalálható ilyen-olyan konfigurációs fájlba, ilyen-olyan grafikus programba találd meg, hanem összesen 3 darab. 3 darab szöveges fájlt kell szerkesztenem ahhoz, hogy elérjem azokat a kényelmi funkciókat, elérjem azokat a technikai funkciókat, amire nekem szükségem van. Természetesen mindenki meg tudja számolni, hogy ez 5. Ha valaki régebbi videókat látta, ami a beállításokkal foglalkozik, az egyik egy old nevű dolog, ez egy mentés. Mert hogyha az RCXML-t véletlenül valami miatt, hát túl konfigurálom, azaz jól lerontom, akkor vissza tudjak térni hozzá. Tehát ezt kell szerkeszteni. A menü XML a menüt fogja tartalmazni, volt róla szó, pofon egyszerűen, akár grafikus, akár manuális beállítás mellett legenerálhatod azt a jobb klikkes menüt, ami például itt előugrik, és látható, indíthatok belőle programokat, és technikai funkciót, leállítást, egyebeket el tudok vele végezni. Egyszerű beállítás, grafikus,
és kézi beállítás is lehetséges, és természetesen a következő az autostart, hogy mi induljon el automatikusan. Egyértelműen, ha belenézünk egy-egy fájba, a felépítése egyszerű. Jó, én aláírom természetesen azt, hogyha valaki először lát egy XML fájt, ami hát viszonylag jól struktúrált, és átlátható, és legörget a legvégére, és látja, hogy majdnem 1000 darab bejegyzés van, vagy sor van, és mindenfajta piros, zöld izék megjelennek, annak ez ijesztő lehet, de ugyanezek a beállítások nagy részét grafikusan meg tudod tenni, látható, egy kis gyakorlás után jól átlátod azokat a funkciókat, amire neked szükséged van, nem kell megijedni, tehát a testre szabása adott. Grafikusan és akár pedig kézi beállítással, konfigurációs fájlok szerkesztésével meg tudjam tenni. Miért? Mert így tudok rápontosítani mindenre, ami nekem kell, és a beállításokat pontosan egy helyen a beállítások config könyvtárba, pont config könyvtáramba, az Openbox könyvtárba fogom megtalálni egy helyen, ha valami kell, oda megyek, beszerkeztem, és fél perc alatt kész is vagyok. Nincs 1000 meg egy beállítás. Sokféle van, de nem veszel el a beállítások között. Nekem a nagyon nagy rendszerek, például a Windows, vagy a KDE, Plasma, illetve a GNOME-mal, az a problémám, hogy ott annyi beállítás van, hogy amire A, megtalálom, hogy mit, hol kell beállítani, B, ha 1000 között válogatok, akkor biztos lesz olyan, hogy jé, ehhez hozzá kéne nyúlni, jaj, ezt itt be kéne állítani, hopsz, hát itt is ezt be lehet állítani, ezzel elmegy egy csomó időm, feleslegesen, hiszen a legtöbb ilyen rendszer alapbeállításokkal is nagyon szépen működik, de hogyha te finomítasz rajta, hogy ne ilyen kék legyen a környezet, vagy hát a fejlét, vagy egyéb, és akkor azt látod, hogy jé, még a betűtípust is meg lehet változtatni, jé, és még azt is, meg amaszt is, meg egyéb, az elmegy az időm, nekem ezek nem kellenek. Nekem pontosan elegendő az, amit az Openbox viszonylag egyszerű szerkezete ad számomra. A következő gondolat, és erre már többször kitértem, a gyors billentyűzés. A felületnél, a gépem használatánál nekem elvárás az, hogy azt csinálja, és akkor és úgy, amit én szeretnék. Nekem nem célom a számítógépezés, ahogy sokan mondják, hanem bizonyos programokat szerettek futtatni, amire szükségem van. Tehát nekem egy eszköz. De ez az eszköz legyen olyan, amilyen nekem kell. Ha egy programot el akarok indítani, akkor el tudjam indítani a jobb gombos menüből. El tudom, el hát megcsináltuk, megmutattam, hogyan kell. El tudjam indítani gyors billentyűvel, azaz, ha megnyomom a Windows gombot, és az O betűt, akkor az Ocean Audio, bemutattam kis audiovágó program, induljon el. És természetesen elvárás számomra az, hogy olyan start menü, vagy gyors indító sáv legyen az én asztalomon, amivel onnan is elindul. Azaz, mindenhonnan el tudjak indítani bármilyen programot. Oké, ennek a beállítása egy kicsit macerás. Oké, az Openbox például nem ad start menüt. Mindenkinek start menü kell. Nekem is. De pillanatok alatt, például a Tint 2-es, vagy az XFCE panellal, én bizony ezt meg tudom oldani. Azaz moduláris bármilyen panelt hozzá tudok illeszteni. Nem olyat, amit a adott nagy asztali felület tervezője kitalált, nem ott, ahol az asztali felület kitalálója szerette volna, oldalt alul felül és csak ott, és különböző programokat kell felrakni, hogy esetleg ne bal oldalt lógjon ott a start menü és az indítópult, hanem mindent én tudjak beállítani, és én válasszam meg, ha éppen holnaptól kezdve a Tint 2-es panel, ami ott oldalt szokott lenni, vagy az XFCE 4-esnek a panelja, amit alul látsz, az bizony nem tetszik, akkor mi a teendőm? Fogom, letörlöm, és fölteszek egy másikat. Ha az se tetszik, felteszem a plankot. Az is egy ilyen
indítószerűség, vagy akármit a közel egy tucat lehetőség közül, amit mindegyik, amit hozzá lehet illeszteni a Openboxhoz, azok bizony működni fognak. Tehát szabad kezem van a indítás, a programok kezelése, programok megtalálása terén, és a legkényelmesebb és a legegyszerűbb a gyors billentyűzés. És ezt nagyon egyszerűen állíthatod. Elméletileg van hozzá kis programocska, nem próbáltam ki, hiszen a múlt videók egyikében láttátok, hogy két sort kell másolgatni, és áttérni ahhoz, hogy valóban egy gyors billentyű hozzárendelődjön az adott program, az egyszerű, nem? Gyors, villámgyors, összeszedi az ember, mi kell, és működni fog. A másik, nekem a kompozitáló kell, vagy nem kell? Melyik kell? Ezt is nekem kell eldönteni, ezért jó az Openbox, mert ha te azt gondolod, hogy nem kell egy kompozitáló eszköz, akkor nem teszel fel. Mi az a kompozitáló eszköz, ami az árnyékokat, az átlátszóságot és egyéb ilyen effekteket szabályozza? Neked mi kell? Az, amit a KDE ad, vagy a GNOME ad, és azokat a funkciókat tudja csak, vagy azokat tudja, de neked életedben nem kell. Értitek? Eldönthetem, hogy mi kell. Én a legegyszerűbb PIKOM nevű eszközt raktam fel. Mit tud ez a kis PIKOM? Nagyon egyszerű. Rak árnyékot, ha úgy szeretném, és természetesen kezeli az átlátszóságot is az adott felületen, az Openbox-szal együtt. Miért? Mert én azt szeretem, hogy például itt a konkinál ne egy fekete pacába legyen, vagy a Tint 2-es mögött ne egy fekete paca legyen, vagy egy általam kiválasztott háttérszín legyen, hanem látszódjon át az asztalra rakott háttérkép, akkor bizony ezt fogom használni. Ha ennél sokkal-sokkal többet szeretnék, és esetleg úgy gondolom, hogy hát effektusok is kellenek, mert nem tudok annélkül élni, hogyha az ablakot becsukom, akkor olyan szépen folyósodjon le a panelra, vagy lángoljon a kijelző, akkor ha becsukom az ablakot, nem a monitor, csak a kép, akkor fölteszem a kompiszt. Arról is volt videó, gyakorlatilag ott aztán az effektusok több tucat verziója közül választhatsz, és jól beállítható. Ne más döntse el, hogy én mit használok, milyen kompozitálást, milyen szépészeti dolgot használok, hanem én szeretném eldönteni. És ha te azt mondod, hogy hát bizony neked nem kell más árnyék, nem kell átlátszóság, hát minek az neked, akkor azt mondod, hogy nem teszel fel kompozitáló eszközt, és gyorsabb lesz a géped. Mert ha nincs rá szükséged, akkor ne kényszerítse rád az adott felület, az adott asztali környezet, azt a kompozitálót, vagy egyáltalán a kompozitálót, hogyha neked az nem kell. Ami a kisebb ablakkezelők, csak ablakkezelők, és nem asztali környezetet, asztali felületet adó eszközök nagy hátránya, sokak szerint, szerintem a nagy előnye, hogy a felszereltségük nulla. Alapvetően nulla. Ha láttátok azt a videót, ami a telepítéses videón volt, illetve hát bemutattam egy telepítő eszközt, ott mit láttatok? Feltelepült az Openboxos felület, és mit láttatok? Semmit. Alapesetben, ha csak és kizárólag naturban az Openboxot rakod fel, kapsz egy fekete képernyőt, amin van egy jobb klik pár programmal. Ennyi. Egy jobb klik és egy fekete képernyő. Ennyi. Ezt sokan hátránynak tartják, de mivel sokan hátránynak tartják és előnynek tartják, hogyha már egy berendezett rendszert, mondjuk egy Openboxos felületet, Openboxos ablakkezelőt és egy berendezett asztalt kapsz, sok disztribúció kitalálta azt, hogy bizony, hát bizony ő ezt berendezi neked. Eltérő disztribúciók eltérő alapbeállításokat hoznak. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó, mert nagyon jól mutatja azt, hogy az Openbox igencsak moduláris, nagyon-nagyon jól skálázható, és úgy,
és ahogy neked tetszik, pontosan úgy lehet beállítani. Ez nagyon ideális, bár én azt szoktam mondani, ha valaki középhaladó, akkor tegyen fel egy alaprendszert, egy Linux alaprendszert, és az Openboxot, és építse alulról fel magát a rendszert, kevés alaptelepítés, és azt rakom fel, ami nekem tetszik. Ezt az elvet használja az Openboxnál, azaz legyen egy natur fekete képernyő, meg egy jobb klik. Terminált elő tudsz varázsolni, aztán utána Linuxon már majdnem minden megoldható, minden tudsz rá telepíteni. Azaz nagyon-nagyon jól skálázható. Ami nagyon fontos, és ezt hangsúlyozom, bár általában az emberek 90%-a ezt tudja, de én ki szeretem hangsúlyozni, hogy bármely felhasználói programot telepíteni tudsz. Nem lesz gondod a KDE, GNOME, GTK, QT, egyéb feliratú akármikkel problémád. A disztribúciót az úgy van összeállítva, hogyha valami komponens kell, amit a KDE adna a programhoz, azt bizony fel fogja telepíteni, tehát itt futtatni tudsz bármilyen programot, ami emberi elképzeléssel, normál ésszel elképzelhető, mert sokan azért tartanak a kisebb asztalkezelő, ablakkezelő felületektől, mert felmennek az internetre, felmész az Openbox oldalára, és nem úgy látod a lehetőségeket, mint egy KDE GNOME felületnél, ott bizony felsorolnak kismillió plusz egy programot, ami az adott terjesztéshez, az adott készlethez tartoznak. Az Openboxnál semmi nincs felsorolva, 4-5 programot elmondanak, hogy az OBConf az mit csinál, be tudod állítani, szuper, és aztán van még ezen kívül 2-3, aztán nulla, semmi más. Úgy gondolják, hogy ehhez nem tudsz feltenni KDE vagy GNOME-hoz készült programokat, de igen, megnyugtathatlak, teljes mértékben tudsz bármilyen programot használni, mert ezek programok és nem egy felülethez készültek, nem a KDE-hez, a GNOME-hoz készültek, hanem más felületeken, más ablakkezelők mellett is szépen megjelenítethetőek, és ki fognak nézni úgy, ahogy kell, és futni fognak. Kicsi, moduláris háttér mellett bármilyen program használható. Azaz nem esel abba a hibába, abba a kellemetlen helyzetbe, hogy lesz egy program, amit kinéztél, mert az jó, felhasználói programokról beszélek, és az tetszik, és az Openbox alatt nem fog neked működni, mert Openbox működni fog. Az esetek 99,99%-ára elmondható, hogy bizonyos beállító programokon kívül, nyilvánvalóan, hogy a KDE-hez készült egy beállító program az Openbox alatt nem nagyon fog működni, mert nem ahhoz készült, de felhasználói és egyéb rendszerprogramok nagyon szépen fognak futni az Openbox ablakkezelővel is, hiszen ő neki az a feladata, hogy az ablakokat kezelje, a programnak meg az, hogy az ablakba fusson. Nagyon fontos és nagyon pozitív dolog, hogy alulról építkezik. Én határozom meg, hogy mi legyen benne. Azaz kaptam egy ablakkezelőt, de a háttérkép, vagy annak a kezelője az én feladatom, hogy kiválasszam. 3-4-5 olyan háttérkép kezelő program is létezik, ami azért felelős, hogy a háttérképet megjelenítesse. Én a Nitrogén nevű eszközt használom, nagyon fajék egyszerűségű, megmondom, hogy mi jelenjen meg, és melyik monitoromon. Köszi, ennyi. De van a Variety, az meg váltogatni is tudja. Váltogatja a képeket, lejátsza, úgy, ahogy akarod. Tehát a skálázás megvan, a semmi, azaz legyen fekete háttered, a laptól indulva eljuthatsz egy izgőmozgó, automatikusan letöltöm és megjelenítetem neked a képeket felkiáltású háttérkép kezelőtől. Egy periférikus dolog, de azért szerintem fontos az, hogy a háttérkép olyan legyen, ami neked akár fizikálisan, tehát a szemedet ne nagyon roncsa, a kinézete, hogy hogyan néz ki az asztal, az fontos, hiszen azzal dolgozol. Figyelj rá, kényelmi funkció. Azt választod, amit te szeretnél. Olyan startmenüt választasz, amit te szeretnél,
hiszen 4-5 kisebb, nagyobb, vagy még nagyobb startmenü közül választhatsz, és azt használod, amit szeretnél. Rákattintok, és látható ez startmenü? Hát bizony-bizony az, és igazából kivégeztük azt az ellenérvet, hogy open box alatt nincs startmenü, open box alatt nincs panel. Hát itt van az egyik, illetve itt van a másik panelom. Látható van panelom. Két különféle, és alig érintettük a panel választékot, hiszen ezen kívül még egy jó fél tucat panel közül válogathatsz, ami neked tetszik. Ha egyik nem, akkor kidobod, illetve nem telepíted fel, és bizony azt raksz fel, amit akarsz. Nem vagy rákényszerítve, hogy olyan start menüt, olyan panelt, gyorsindítósávot, vagy egyebet használj, ami neked nem tetszik. A KDN-nél, a plazmánál, illetve természetesen a GNOME-nál, illetve pár egyéb felületnél is macerásabb a panelok leváltása, és hát bizony, ha az neked nem tetszik, akkor bizony, hát kénytelen vagy azt használni, és én ezt nem szeretem. Én szeretem a háttérképkezelőt, háttérképet, a start menü gyorsindítósávot, panelt, amivel én dolgozok. Azt személyre szabni, és olyan kiválasztani, hogy nekem megfelelő tudással rendelkezik. A XFCE panelről is volt szó, a Tint 2-es panelről is volt szó. Nézzétek meg, gondoljátok át, mind a kettő nagyon jól konfigurálható, és kényelmesen beállítható, nagy tudású panel. És ez nagyon kellemes számomra. A következő dolog, hogy legyen gyors. Azaz, ne az effektusok, a ablakkezelő, az asztali felület, ami van, és szép, és csodálatos, és sok mindent tud, az vegye el az energia nagy részét, a gépnek, a lehetőségeinek a nagy részét. Ez nem gond, hiszen a mai modern 6 vagy fölötte lévő maxszámú 16, 32, 64, akárhány gigabájtos memóriával rendelkező gépeknél nem jelent gondot, a mai videókártyáknál ez nem jelent gondot, de egy régebbi gépnél azért át kell gondolni, hogy a gyorsaság rovására megy, mi a szépészeti dolog. Legyen gyors! Ezt biztosítja, hogy nem egy asztali környezetet kapsz, hanem csak egy ablakkezelőt kapsz, aminek egyetlen egy funkciója van, amit már elmondtam, a programokat jelenítesse meg. Ha neked elegendő az, hogy gyors billentyűvel elindítod a programot, és nem kell startmenü, panel, gyorsindítósáv, egyéb, háttérkép, aminek oda háttérkép felkiáltása, akkor megteheted azt is az Openbox-szal, hogy semmi-semmi nem indul, kizárólag csak az Openbox, és a billentyűzetről, meg esetleg a beállított, jobbklikkes menüből kiválasztod azokat a programokat, amit te futtatni szeretnél. Bár én azt mondtam, hogy számomra fontos, akár fizikailag, tehát a szememnek, akár kinézetügyileg, hiszen azért nézem már ki az a monitor képe úgy, ahogy kell, és ne egy ronda pacni legyen középet, és akkor ennyi. Szóval én azt mondom, hogy szükség van a háttérképre, a háttérkép kezelőre, de azért az memóriát, illetve processzor teljesítményt foglal el. Kicsit, de elfoglal. De ha neked ez nem kell, akkor hagyhatod az egészet a fenébe. Nem kell semmi. Más, ha annyi kell neked, hogy gyors billentyű, elindul a kedvenc X darab programod, és utána nem kell neked KDE, GNOME, amivel ugyanezt elég macerással lehet megtenni, hiszen GNOME-nál és KDE-nél is, hát maga az, hogy a panelt odébb teszed, tehát alulról fölülre teszed, vagy felülről jobbra, balra, ahova akarod, az eléggé macerás dolog. GNOME-nál és KDE-nél is elvi lehetőségek megvannak rá, de azért valljuk be, a Tint 2-est oda rakom, ahova akarom, a XFCE panelt, amit alul van, azt oda rakom, ahova akarom, és nem kell hozzá extra programot telepíteni, nem kell a beállítások között bóklászni, hogy mit hol találsz meg, hanem egyszerűen. Egyszerűen magában a programban fogod beállítani. És egy ilyen üres képernyő, gyors billentyű kombó, ami igazából a fél profik
illetve kisebb géppel rendelkezőknek. Nagyon kényelmes dolog, az bizony KDL, GNOME, egyéb alatt nem ilyen könnyen elővarázsolható, elkészíthető. A következő gondolat természetesen legyen stabil, mivel pici és egyszerű, nem csinál más, csak azt, amit kell, rajzolgat neked ablakokat és azokat kezeli, így már az összes hibáját, legyünk pozitívak, és nem kerül elő komolyabb hiba a következő időszakban, csak azért, hogy nekem ellent mondjon, azaz az összes hibáját megtalálták. Sok-sok év alatt nem volt fagyásom. Nem volt fagyásom olyan, ami az OpenBox miatt következett volna be. Olyan fagyás volt, hogy egy program befagyott. Nyilvánvalóan voltak problémák sok programmal, de az, hogy az ablakkezelőm lefagyott volna teljesen, és őrá visszavezethető hiba miatt, hát olyanom nem volt. Azaz, itt felkészülhetsz arra, hogy ehhez nem jön napi szinten frissítés, ez egyértelmű. Ehhez nem fog frissítés jönni napi szinten. Kiforrod jó, kényelmes felületet, ablakkezelőt fogsz kapni. Ami nekem nagyon-nagyon fontos, ne rakjon fel semmilyen egyéb programot. A KDE, a GNOME egy programcsoport. Hivatalosan ezek asztali felületek, amihez készültek a KDE-hez, már bent van a fájlkezelő, már bent van a panel, bent van az archívumkezelő, meg sok-sok egyéb olyasmi, amit úgy gondolnak, hogy egy komplett Windows-szerű dolgot kapsz, amiben minden bent van, minden be van állítva egy alapszinten, minden olyan gondolat, minden olyan feladatra ők ajánlanak, és beleraknak egy-egy programot, ez nekem nem jó. Én szeretem kiválasztani azt a fájlkezelőt, amit én szeretek. Természetesen a KDE-be, a GNOME-ba és egyébbe is le tudod váltani az ottani fájlkezelőt, amit alapból kapsz, de én jobban szeretem nem leváltani, hanem magam kiválasztani a saját ízlésemnek az adott fájlkezelőt. A fájlkezelő csak egy példa volt természetesen, de a többi programok is, a GNOME-nak és a KDE-nek is megvan a pénzügyi programja, megvan a képnézegetője, megvan a akármilyen egyéb felhasználói programja, amit neked alapból felrak. Nekem ne csináljon ilyet. Gyakorlatilag nincs semmi kötöttségem az OpenBox-nál, hiszen csak egy ablakkezelőt rakott fel, és utána azt is úgy bővítem, azt telepítek, ami nekem jó. A következő kérdés, és legyünk őszinték, ez egy nagyon-nagyon jó dolog az OpenBox. Kicsi, gyors, konfigurálható, úgy állítom be, ahogy nekem tetszik, azt csinálok vele, ami éppen kell, megcsinálja azt, ami nekem kell, de nem mindenkinek való. Kinek nem lesz jó? Annak, aki egy komplett, összerakott asztali környezetet szeretne, egymással összedolgozó, kényelmes programrendszert. A KDE, a GNOME ilyen. Legyünk őszinték, szuper rendszerek, hiszen ott vannak megfelelő programcsoportok, és ha azokat egybe felteszed, akkor igen-igen kényelmes felületet fogsz kapni. Minden egységes, a kinézet teljesen egységes. Azért legyünk őszinték, hogyha OpenBox-ot raksz fel, és hát innéd-onnan összeszedegetsz programokat, annál nem biztos az egységes kinézet. Hiszen egyik QT-s, a másik GTK pluszos, 3-as, 2-es, akármi, ott azért a kinézet nem biztos, hogy egységes lesz. Ha egy KDE-t teszel fel, vagy GNOME-ot, vagy egyéb ilyen dolgokat, akkor ott nagyjából összerakták, összehozták a kinézetet. Erre nagyon odafigyelnek. Itt, mivel innéd is vettél, onnan is vettél, a harmadik, negyedik, ötödik helyről is összeszedegettél programokat, nem 100%, hogy ennyire egységes kinézetet kapsz. Annak se való az OpenBox és sok egyéb kisebb ablakkezelő, asztali felület kombó, aki nem szeret ezzel foglalkozni. Ha neked az a célod, hogy semmi egyéb teendőd ne legyen, csak beteszed a pendrive-ot, elindítod a telepítőt, akkor nem biztos, hogy az OpenBox
az a te felületed, a te elképzelésednek megfelelő, bár vannak jobb, rosszabb, kevésbé jó, és nagyon szépen összerakott open box felületek, amivel mindent egybe kapsz. Be van állítva neked a panelok, be van állítva a háttérkép vezérlő, be van állítva minden, de én azt mondom, hogy ha te nem szeretsz a Linux-szal macerálni, beállítgatni, konfigurációs fájlokba turkálni, akkor nem neked való az OpenBox. Hát köszi szépen, hogy meghallgattál. Én mindenképp azt mondom, hogy egy alternatívát mutattam be. El is mondtam a végén, és erre legyünk nagyon figyelemmel, hogy kinek nem való. Ha úgy érzed, hogy neked való, akkor próbáld ki. Köszi szépen, sziasztok!